Kedves nézőnk, Önök az ismerős látják a Pannon Televízióban. Mai vendégem Lipit Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház új igazgatója, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és azért hozzá kell mondjam a múltadat is, hogy Ászai Mari díjas színművész vagy. Nem tudom, hogy ez marad-e még a színművészi hivatásod, tevékenységed, vagy próbálod párhuzamosan a kettőt az ügyvezetéssel, vagy hogy lesz ez most a közeljövőben, vagy a következőkben? Igen, én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Igen, ez egy érdekes kérdés, mert nagyon nagy örömömre, amikor ismerőseim, barátaim, színházrajongók, akik kedvelik a Pécsi Nemzeti Színházat, megállítottak az utcán, és megkérdezték, hogy de akkor mi lesz Zsolt, akkor már nem is fog többet játszani. Gondolkoztam ezen a dolgon, és természetesen nem szeretnék felhagyni a színművészi tevékenységemmel. Amennyiben össze tudom egyeztetni az igazgatói teendőkkel, akkor a kedves néző számíthat a játékomra a jövőben is. Én nagyon szeretek játszani. Az utóbbi időben egyébként már nem is játszottam olyan nagyon sokat a Pécsi Nemzeti Színházban, kevesebb szerepet vállaltam, de szeretnék a színpadon állni a továbbiakban is. Egész pontosan 2021. február 15-től sikerül betölteni ezt a vezetői szerepet. Nyilvánvaló, hogy a pályázatban le lettek írva a különféle elképzelések, célok, koncepciók. Mi az, amit esetleg szabad tudni a nagy közönségnek is ebből? Tehát milyen értelemben változik a színháznak a struktúrája, felépítettsége, szellemisége? Mi az, amit a régiből érdemes meghagyni? Milyen irányba indultok el? Igen, a pályázatomat igyekeztem úgy megírni segítőtársaimmal, hogy Pécsi lévén itt is születtem, és nagyon jó kapcsolatot ápolok pécsi testvérintézményekkel, színházakkal, kulturális intézmények vezetőivel és dolgozóival. Igyekeztem úgy összeállítani, hogy mindig szem előtt tartottam azt, hogy mi pécsiek vagyunk, Pécsért tegyünk meg mindent, amit lehet, emeljük fel a városunkat, fogjunk össze, egyeztessük gondolatainkat, elképzeléseinket, vágyainkat, hogy hogyan tehetnénk még színesebbé, még jobbá, még érdekesebbé tenni Pécs kulturális életét. És igyekeztem úgy összeállítani ezt a pályázatot, hogy utána meg is lehessen valósítani. Tehát nagyon-nagyon nagyra törő terveket, amik nagyon sok pénzt igényelnének a jelen gazdasági helyzetben, meg hát a járványhelyzetben is, nem fogalmaztam meg a pályázatban. Természetesen, mivel én egy más típusú ember vagyok, más személyiség, mint a színház eddigi vezetői 1895 óta, ugye amióta épült a színház, nyilvánvaló, hogy lesznek érzékelhető, szembeötlő változások is, túl azon, hogy én is arra törekszem, mint eddig bármelyik elődöm, hogy igyekszünk magas színvonalú előadásokat nyújtani a kedves publikumnak. Szerkezeti, szervezeti változás annyi történik, ami talán a legmarkánsabb, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban az utóbbi időszakban nem volt művészeti vezető pozíció. Erre a pozícióra Vidákovics Szláven barátomat kértem föl, aki Pécsi Horváth Színház igazgatója és nagy tapasztalatokkal rendelkezik a színházi élet terén. Ő vállalta ezt a feladatot, vele együtt fogjuk tulajdonképpen a színház művészeti koncepcióját kidolgozni. A vezetőtársaim továbbá Gulyás Dénes, aki eddig is az operatagozat vezetője volt, ő egy nagyszerű művész, talán senkinek nem kell bemutatni, Kossuth Díjas világot megjárt remek operaénekes, ő felel az operatagozatért, és a társulatot én nagyon kedvelem, nagyon bízom benne, hogy szívesen dolgoznak velünk a továbbiakban is. Szeretnék egy határozott, markáns arculatot adni a színháznak. Tehát készítünk majd egy arculati kézikönyvet, amit ma már szinte minden cég készít, amiből dolgozunk majd az online és egyéb megjelenéseinknél, és folyamatosan, ha van vírus, ha nincs vírus, igyekszünk az online térben is a kedves nézők örömére lenni. Új rendezők lesznek-e, régiek közül maradnak-e, vagy olyanok, akik már rendeztek itt a színházban, jönnek-e újra, akik lesznek ők? Igen, itt is nagyon óvatos voltam. Neveket nem szeretnék még mondani, mert nem tudhatjuk ebben a helyzetben, hogy egyáltalán mire számíthatunk a jövőben, meg tudjuk-e valósítani az évadunkat, a produkcióinkat, minden produkciónkat be tudunk-e mutatni. Itt is egy első körben egy fokozatos átmenet tehát szeretnék végrehajtani, tehát visszahívunk olyan rendezőket, akik az utóbbi időben elmaradtak a színházból, és nagyon nagy sikereket készítettek nálunk.
lesznek új rendezők is a palettán, és a későbbiekben pedig az elkövetkező öt évben, ameddig a mandátumom szól, igyekszem a társulat részére is, és a kedves pécsi színházba járó publikum számára is érdekes, akár külföldi, magyar neves rendezők, fiatal rendezők bevonásával folytatni a munkát, tehát egy nagyon színes műhely munkára is készülünk, ugyanakkor természetesen szem előtt tartva a pécsi publikum igényeit, amit pontosan ismerünk, amióta színház a színház, és amióta Pécset élek, és Pécsen játszom, és a pécsi színházi élet aktív részese vagyok. Van-e terve arra nézve, hogy milyen arányba oszlik majd meg a prózai darabok, zenés darabok száma, illetve a klasszikusok vagy a modern művek? Igen, hát a tapasztalat az, ahogy említettem, ismerve a közönség elvárásait, széles közönség réteg, leginkább a vidám dolgokra kíváncsiak, a musicalekre, operettekre, zenés darabokra. Természetesen van a városban, hiszen ez egy Pécs a kultúra városa, ugye, mint tudjuk, nagyon sok értelmiségi barátunk él a városban, akik pedig vágynak az elgondolkodtató művekre. A Pécsi Nemzeti Színház repertoárján és palettáján úgy szoktam fogalmazni, mindent meg kell mutatnunk, amit egy budapesti színházba járó összeválogathat magának Budapesten. Ugye ott tematikus színházak vannak, az egyik színház operettszínház, ilyen típusú művészszínház, musical színház. Nekünk a Pécsi Nemzeti Színházban az a feladatunk, hogy ezt a műfaji sokszínűséget megvalósítsuk, és ebbe az épületbe sűrítsük, és itt Pécsen is megtalálja magának mindenki azokat a produkciókat, amire a leginkább kíváncsi. Vendégművészek, vendégtársulatok érkeznek-e, terve vannak-e véve? Vendégművészeket eleinte mindenképpen csak akkor hívunk, hogyha annyira kiállt valaki után egy szerep. De az én koncepcióm az volt a pályázatomban is, és ezt tartani is kívánom. Én a társulatban gondolkozom. Szeretnék minél több művészünket, sőt mindenkit a lehető legjobb helyzetbe hozni. Igyekszünk úgy kiválogatni a színpadra kerülő műveket is, nagyon nehéz dolog, rengeteg szempontnak kell megfelelni, összekoordinálni egy egész évadot. Igyekszem mindenkire odafigyelni, igyekszem mindenkinek olyan szerepet kínálni, amivel elégedett lesz. Én színész vagyok, tehát én pontosan tudom, hogy milyen az, amikor egy színész kap egy szerepet, és örül neki, vagy nem örül. Én nagyon jól ismerem a kollégáimat, és nagy bizonyossággal fogom tudni, hogy melyik szerepnek fognak örülni, és melyiknek nem. Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy a kedves közönség mely művészünket kedveli, mindenkit nagyon kedvelnek, természetesen itt is vannak különleges kedvencek, őrejük is odafigyelünk. Vendégművészekben is gondolkozunk, de erről sem szeretnék még beszélni, nem szeretnék előre szaladni, mert annyira bizonytalan minden ugye a mostani életünkben, hogy várok még ezeknek a bejelentésével, de elsősorban ez a lényeg, a társulatban gondolkozunk, tehát semmiféleképpen nem szeretném, hogy úgy teljen el egy kollega egy egész évada, hogy csalódottan megy el a nyári szünetre, és azt mondja, hogy na hát én idén azért többre számítottam, úgyhogy erre is nagyon oda fogunk figyelni. Ja, május végéig, júniusig, amíg ez az évad tart, gondolom próbák lesznek elsősorban, mert nem nagyon számíthatunk arra, hogy akár előadások, vagy bármilyen komolyabb nyitás lenne, hogy itt be lehetne indítani a következő hónapokban bármit, és bereménykedünk. A nyárra van-e már valami program esetleg, vagy pedig a 21-22-es évad az már megvan tervezve? A 21-22-es évad megvan tervezve, azt a pályázatomban le is írtam, azt igyekszünk majd megvalósítani. Most jelenleg a Pécsi Nemzeti Színházban folyik a munka. Olyan produkciókat újítunk föl, amiket szinte biztosan műsorra tűzünk, amennyiben lehetőség nyílik arra, hogy újra előadásokat tartsunk. Megnézzük ezeknek a produkciók díszleteinek az állapotát, felújítjuk őket, tehát előkészülünk. Előkészülünk, hogyha eldördül a startpisztoly, akkor rögtön tudjunk játszani. Több ilyen produkciót fogunk ezekben a hetekben április elejéig felújítani és karbantartani, és ezt követően pedig április elején új produkció próbáit kezdjük el. Ezekről is majd időben a kedves közönséget tájékoztatjuk minden felületünkön. Ezek a tervek. A nyárra vonatkozólag az egyik produkciónk szeretnénk visszahozni, ami a nagy színpadon fog készülni produkciónk, szeretnénk visszahozni a régi hagyományt, miszerint a Pécsi Nemzeti Színház, a Pécsi Nyári Színházzal készít egy koprodukciót, tehát együtt karöltve készül valami produkció. Ez is elmaradt az utóbbi években, ezt a pécsi közönség nagyon szereti a pécsi előadásokat. Bernard, ugye? Kaptam tőle virágot. Hát persze, hát mégsem üres kézzel, kedves édesanyádnak. Ah. Ő nem az anyám. Nem,
Ó, hát akkor feleséged? Hát gratulálok! Robert, ne őrülj meg, nem a feleséged. Nem, hát akkor micsoda? Házvezetőnő. Azt a házvezetőnő? Hát olyan még van? Azt a... Akkor elnézést kérek. Akkor ezt így ide, így ni, ez pedig ide, és akkor így meg is vagyunk. Szóval, Bernár. Hú, apám, beletetted egy 200 eurós, 35 éves kuruázié imperiál konyakba. Jaj, elnézést, nem figyeltem. Ne haragudj, nem akartam. Na, akkor egy kicsit így, ez az így lecsöpögtetjük. Virág is megúszza. Gyorsan lemosom. Én inkább kidobnám. Ne, Isten őriz. De. Hogy ezek a tervek most már eddig elmaradt, de most már mi sem maradhatunk ki abból, hogy megpróbáljuk előadásainkat az online térben is megmutatni, a kedves közönségünkhöz eljuttatni olyan produkciókat, amiket elkészítettünk az utóbbi hónapokban, és sajnos nem tudtuk őket bemutatni, ezért most már ezen a héten az egyik produkciónkat rögzítjük, három kamerás professzionális felvétel készül egy produkciónkról, amit a közeljövőben a közönség elé tárunk. Szeretnénk mi is megtapasztalni, hogy valóban van erre kereslet, valóban a kedves közönség örül ennek mindenféleképpen. Most már nem maradhatunk ki a sorból mi sem. Nagyon sok színház csinálja ezt. Én egyébként alapvetően hát nagyon sokat, órákat lehet erről vitatkozni, hogy az online színház van-e létjogosultsága, szeretik az emberek, mi lesz a színház jövője, mi lesz a színház sorsa, ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett folyamat. Most arra döntésre jutottam, hogy teszünk egy próbát, és ha úgy tűnik, hogy a kedves közönség ezt pozitívan fogadja, akkor folytatni fogjuk, és akkor néhány produkciónkat elérhetővé tesszük az interneten. Jelenleg, ha szabad tudni, minek a próbái zajlanak? Most Funkiván barátunk, a rendező Error című művét, darabját újítják föl a Kamaraszínházban, a nagy színpadon pedig éppen bent áll a Padlás, a rendkívül népszerű A Padlás című előadásunk díszlete, amit Böhm György barátunk rendezett évekkel ezelőtt, ami már csak nem 150-szer ment a Pécsi Nemzeti Színházban, egy levehetetlen örök klasszikus, nagyszerű előadás, annak a díszlete van bent, és annak a díszletével foglalkoznak a kedves kollégák, a műhelyház dolgozói. Bérletes előadásokkal mi a helyzet? Természetesen lesz bérletkínálatunk, ahogy eddig is. Nagyon bízunk benne, hogy sikerül is ezt meghirdetni. A tavalyi évben ugye nem sikerült bérletet hirdetni, mert újra életbe léptek a korlátozások. Erre is vannak ötleteink, hogyan biztosítsuk be a bérleteseinket is, hogyha megveszik a bérletüket, és mégis, ne adj Isten, nem tudjuk az előadásokat eljátszani. Éppen azon folyik a brainstorming, ilyen divatos szóval élve, az ötletelés, hogy esetleg, hogyha megint be kell húzni a kéziféket, akkor talán azokat az előadásokat, amiket a bérleteseink megvásároltak, az otthonukban megnézhessék. De erről most még bővebben nem tudok beszélni, mert nem tudom, hogy milyen technikai, jogdíj lehetőségek vagy vannak erre is, hogy esetleg milyen falakba ütközünk, hogy ezt megvalósíthassuk, azt tudni kell. A kedves nézőknek nem árulok el nagy titkot, hogy egy színpadi műnek ugye nagyon komoly jogi vonzatai vannak, hiszen az alkotó, aki megírta azt a művet, abból él, teljes joggal várja el azt, hogy ő abból részesüljön, abból a sikerből, amit a színházi bemutató hozza számára. Aki ilyen régóta van a színművészi pályán, és ilyen komoly sikereket aratott az élete során, az én úgy gondolom, hogy a közönség nem csak ugyan, hogy ott nézik az előadást, és akkor ennyi, és tapsolnak, és a lelkükben örvendeznek, és emlékeikben hordozzák, hanem elképzelem azt, hogy esetleg vannak a közönségben emberek, akikkel talán személyes kapcsolat is kialakul, akik esetleg egy ilyen nehéz időszakban fölveszik a telefont, megkeresik a művészt, megkeresik az igazgatót, és hát...
elsírják bánatukat, hogy mikor várható bármi változás, illetve az online-ra visszatérve, hogy számukra ez nem igazi, vagy számukra milyen jó. Tehát vannak-e valamilyen visszajelzések? Van-e olyan a közönségből, aki jó baráttá, jó ismerőssé vált? Igen, van visszajelzés a közösségi oldalainkon, ha felkerül, most is készülnek online tartalmak. Nemrég készült egy nagyszerű sorozat Örkény István egyperceseiből, amit nagyon nagy szeretettel és örömmel fogadott a közönség. Ott vannak kommentek, visszajelzések, tehát szerintem igényli a közönség a velünk való találkozást. Az a baj, hogy bármit kérdeznek, akár tőlem, akár telefonon, hogy mire lehet számítani, Zsolt, mikor lesz előadás. Erre sajnálatos módon kettő szót tudok mondani mindenkinek, illetve hármat, sajnos. Jelenleg nem tudom. Bocsánat, ez négy szó volt. Na most egy olyan dolgot szeretnék kérdezni, amit lehet, hogy az elején kellett volna, de mindig ott motoszkál, nem csak bennem, szerintem sok emberben is, hogy mi volt a motiváló tényező, hogy te a színházat vezesd egyszer. Ez mikor pattant ki belőled? Kellett, hogy jön egy érzés, vagy egy tapasztalat, egy változás irányába? Lehet, hogy már benned szunnyadt ez már 30-40 éve is, vagy lehet, hogy az elmúlt X esztendő alatt fogalmazott meg benned. Mi volt az a kirobbantó erő? Igen, említettem, hogy itt születtem Pécsen, pécsi vagyok, itt élek a családommal. Tulajdonképpen amikor ez felmerült, ugye 5 évente van igazgatóválasztás jelenlegi törvények szerint Magyarország közpénzből fenntartott színházainál, elgondolkoztam rajta, hogy meg kéne próbálni. 5 évente adódik ilyen lehetőség, úgy éreztem, hogy az életemnek abban a szakaszába értem, amikor talán megpróbálhatom, talán rendelkezem olyan tapasztalatokkal, hogy el tudnék látni egy ilyen pozíciót. Családommal egyeztettem először, hogy ők hogy látják ezt, azt mondták, hogy szerintük is próbáljam meg, abból nagy baj nem lehet, hiszen ahogy szoktam mondani, hogyha nem indulok el, akkor sose tudom meg, hogy győzök vagy nem győzök. És akkor felkerestem először Vidákovics Szláven barátomat, hogy a segítségemre lenne ezen az úton, a pályázat útján, és később most már nagy szerencsénkre a színházvezetés útján. Barátok is kerestek, megszólítottak néhányan ezzel az ötlettel, hogy el tudnának képzelni engem, ez nagyon jól esett. Természetesen utána kellett néznünk, hogy lennének-e támogatóink ebben a tervben, és egyre inkább nagyon, nagyon szerencsésen álltak össze a csillagok, és hát végül is óriási örömömre a színház társulata, a szakmai bizottság és Pécs megyei jogúváros önkormányzata is döntő többséggel úgy gondolta, hogy mi lennénk szerintük most a legalkalmasabbak ennek a színháznak a vezetésére. Ha ennyi feladat kihívás mellett még marad egy kis idő, akkor nem tudom, egy színművész színházigazgató, hát nem tudom, előadásra nem biztos, hogy el lehet járni ilyenkor, hogy a máshol más rendezvények kizárva tartanak. Mi az, amivel szívesen töltöd az idődet? Hát alapvetően teniszezni szoktam járni, de ott is már nagyon régen voltam. Hogy őszinte legyek, azért nem tudok erre hirtelen válaszolni, mivel töltöm most jelenleg a szabadidőmet, mert az most nincs. mert 16-ától vettem át a színház irányítását, és nagyon sok feladat van, ami óriási örömmel tölt el, nagyon nagy kihívás, nagyon érdekes munka, át kell tekintenem, szerintem ez még több hónap lesz, amíg teljesen nem megismerem, A-tól Z-ig a színház működését, hiszen eddig színészként olyan nagyon nem láttam be a kulisszák mögé, hát beláttam, de hát minden egyes apró részletet, gazdasági dolgokat, adatvédelmi szabályzatokat, stb. Át kell tekinteni. Úgyhogy szabadidőm jelenleg olyan nagyon nincs. Családommal szeretek akkor lenni, nagyokat szoktunk sétálni, Siklóson laknak anyósomék, oda szoktunk ellátogatni, akkor ott is szoktunk biciklizni a környéken, biciklitúrákat tenni. Hát alapvetően azzal szoktam tölteni a szabadidőmet, mint minden más normális ember. Olvasás, filmek megtekintése, vagy ez már olyan sok volt, hogy esetleg ez már nem vált ki belőled? Most elsősorban színdarabokat olvasok, gőzerővel, hogy miket mutassunk be, melyik színdarab hogy állna a társulatnak. Lehet volna tudni valamit? Tudok még? Hát egyelőre, ahogy említettem az előbb, azért nem szeretnék mondani dolgokat, mert utána nagyon rossz dolog azt mondani, hogy még nem sikerült. Mert ugye ebben a pandémiás helyzetben sajnos így éljük mindannyian az életünket. Igen. Filmeket természetesen kikapcsolódásképpen szoktam nézni, úgyhogy most így dióhéjban ennyi. Újságokat, nyilván a napilapokat olvasom, hogy képben legyek az aktuális kulturális politikai
dolgokban, online újságokat elsősorban, és hát nyitott szemmel járok-kelek Pécsett, és figyelem a város életét. Úgy legyen, nagyon sok sikert kívánok a következő évekhez. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget a beszélgetésre. Köszönjük. Kedves nézőink, Önök az Ismerős látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.